Hellosztok, és vissza is tértünk egy újabb longdarkos epizóddal, folytatva a keresést a nagy medve után. A csávót sikerült az előző részben egészen jó állapotban összehoznunk, szóval meghoztuk neki a kis elsősegélydobozát, azonban továbbra is szüksége van rádió összetevőkre. Nekem megközben kibicsaklott a kezem, vagy már valami ficam volt, nem is tudom. Úgyhogy mi lenne, hogy készítenénk valami teát esetleg, hát ha az majd segít azon, hogy meggyógyuljon a kezünk, úgyhogy ez így már el is készült, tök forró, úgyhogy megisszuk. És remélhetőleg ezzel kezelődik az a csuklóficamom is, nem tudom pontosan mi kell hozzá. Felmelegedés előnyt az biztos, hogy kaptunk. Azt mondja, minden két csuklóm kificamarad, nagyon jó. Egy kötszer kéne hozzá, vagy esetleg valami painkiller. Hát kötszerem az van, ezt éppenséggel tudom használni hozzá, mert valószínűleg ezek a csuklóficamos dolgok ezek olyanok, hogy maguktól is elmúltak volna. Nézzük csak meg, hogy most sikerült-e valamit segítenem. Hát az egyik kezemet bekötöttem, az el is tűnt innen, de van még egy plusz, még két fájdalom, valami hasonló hány, úgyhogy ez is. Vagy egy ilyen másik fajta teja kellett volna, vagy esetleg egy painkiller, de hát azt majd megtaláljuk szerintem útközben. Úgyhogy én el is indulok, hát nem a legjobb esély ez, igen, így egy medvés harc előtt. Mert attól függ mennyi az idő, hogyha nagyon késő van, akkor lehet még alszok egyet, és akkor egészen egyszerűen majd kialszom itt a fájdalmaimat. Hát éppenséggel nem megy még le a nap. És ugye mivel a zalagúthoz kéne menni, úgyhogy én el is indulok, és megkeressük akkor azt a láncsát. Nézem csak meg, ezt a fegyvert továbbra sem tudom még használni? Nem. És hogy másikat, ezt a kisebbet? Ó, ez viszont igen. Hát, hogyha ezzel esetleg el tudnánk kiészteni addig is. Hát nem hiszem, hogy nagyon megjed egy jelző lövedéktől, de valamit azért csak érünk, ha más nem, akkor majd farkasok ellen be tudjuk vetni. Na, azt hiszem, itt lesz a vasút. Valahová ide küldött minket az öreg. Kezd lemenni a nap, ez nagyon nem jó jel. Csillapodtak azóta fájdalmaim, de még mindig nem tudom magamhoz venni a puskát, ami szintén csak nem jó jel. De nem baj. Valamit azért fogunk majd itt is kezdeni. Hoppa, ott egy farkas. Jó. Lehet, hogy most ki is szúrt, nem tudom, mint hogyha megindult volna felém, hallottam a morgását. Valahová ide küldött be, de eddig ide nem tudtunk elmenni. Hát, hogyha most akkor már be tudunk menni. Múltkor azt írta, hogy forduljak vissza. Most viszont rejtélyes tó elhagyás. Jaja. Á, igen, egy új helyszínre jutottunk. Aj, viszont akkor viszont nagyon nem volt jó, hogy ennyire későn indultam meg az útra. Mekkora ez a térkép? Ehhez kaptunk térképet? Várj, ez megint egy hatalmas helyszín. Jeez, egy tanya van itt. Világító tornyok vannak itt. Mekkora ez a térkép? Az előző fejezet az egy térképe játszódott az egész. Itt viszont ez már kapásból a második térkép. Hát lejárt a felmelegedésem, tehát gondolom most ment ki a tejának a hatása. Hol kéne megkerestem nekem ezt a láncsát vajon? Ja, abban maradtunk az előző részben, hogy nem működne ennél a medvénél a puskás megoldás, maximum csak el tudnánk vele ijeszteni. Tehát valószínűleg annyira vastag ennek a bőre, hogy akár mennyit lövünk rá, a vadász is rálőtt, meg hát már azt hiszem mi is, amikor először találkoztunk vele. Egészen egyszerűen nem hat rá, max elijeszteni tudjuk vele. Viszont egyébként már azóta is összefuthattam volna vele, tehát írtátok, hogy például 80% esélye volt, amikor kijöttem a gátból, hogy ott megjelenjen a medve valamikor útközben hazafelé, úgyhogy kifejezetten szerencsém volt. Hát kíváncsi vagyok, hogy itt hány százalék, meg hogy mennek ezek a dolgok, ott az első világító torony, vagy kilátó torony pontosabban. Lehet el kéne menni, mert megint valami hullát, vagy egyéb tetemet hallok, hogy a madarak jelzik nekünk. Érdekes, még nem nagyon látom őket fent, viszont a hangjukat már hallom. Szóval, ja, mivel nem működik a puskás módszer erre a medvére, a hagyományos old fashion way-jel kéne megpróbálnunk neki menni, tehát egy láncsával, egy annyira erős láncsával, aminek elvileg el átvinni a pengé, viszont ezt a láncsát meg kéne találni, mert ez még a telepeseké voltak, állítólag. Itt van valami, valószínűleg megint egy kisiklott vonatrész. Hát nem látom a madarakat, pedig innen hallom a hangjukat. Nagyon szép az idő ahhoz képest egyébként. Csomó rakomány szana szétszóródva. De hát itt szerintem egyébként nincsen semmi más. Kövek vannak, de vannak itt fém hulladékok, bárcsak fel tudnám szenni. Meg egy első segélyláda, na valamit talán találok a csuklóma is, nem. Nyilván az első segélyládában nem nincsen semmi. Kis szóda, megint egy fém hulladék. Hogyha kell majd nekünk fém hulladék, mert valamit meg akarunk javítani, mi fémből van, akkor majd ide jövünk. Azt mindenféleképpen ezt jegyezzük meg, mert itt nagyon sok volt. Van ott előttünk is egy hulla, valahol. Hol kéne eljutni? Az a baj, megy le a nap. Megy le a nap, és még nagyon nagy ez a terület. Ó, ne! Az ott egy farkas? Az ott egy farkas lesz valami hullával, egy szarvas letétet nyilván itt az út közepén. Oda lövök neki valami jelzőfényt, és akkor azt a hát helyet tudom ijeszteni. Szóval még tovább kell menni. Na szép. Oké, az farkas, az eljött, az biztos. Ebből a hullából éppenséggel a maradék húsit azt kiszedhetném, de szerintem most húsból van elegünk. Nézzük csak. Ja, fagyott szarvas tetem. Hát ezt most egyelőre nem. Majd még vissza tudunk ide jönni, amikor kell.
Na letérek erről az útról, mert amúgy a farkas az továbbra sem távolodott el, szóval nem nagyon tudtam elijeszteni, jön vissza. És elindulok inkább ehhez a tanyához, mert úgyis valahová majd be kell... Ne, ez be fog szakadni alattam? Mi a fene? Wow! Egy új kihívás, elé állított akkor a játék. Jussak át úgy a jégen, hogy nem szakadok be. Szóval ilyen, valahogy át kéne jutni ahhoz a tanyához, mert hamarosan lemegy a nap. Látjátok a jobb felső sarokban, és hát én meg fedél nélkül maradok, az meg elég nagy szívás. Úgyhogy legalább addig is kialszom majd a csukló fájdalmamat, ezen gyorsan itt átszaladunk. Remélhetőleg nem szakad be alattunk, jó. És megnézzük akkor azt a tanyaházat, meg úgy látom, hogy a szél is felerősödött. Nagyon megvan a cselekedet ezek a környezeti hatások, amik érik az embert a játékban, tehát a havazás is, szélfúvása is, amikor kicsit kitisztul az idő, vagy esetleg mondjuk valami jegesebb idő van, ezek mind nagyon-nagyon jól megvan a csáva, úgyhogy ezek nagyon tetszenek. Na viszont ott már látok is valami építményszerűségeket, az lehet, hogy pont ez a tanya lesz, vagy legalábbis a tanyának valami kis stégje. Már ott van a házikó hozzá, szóval az valami egészen más lesz, más házikók. Elindulunk erre, aztán remélhetőleg nem szakad be a lattunk a jég, egy farkas a távolban. Micsoda? Csak meg akarok halni? Hogy mondhat ilyet? Ételmérgezést kaptam. Pedig csak egy kicsit eszegettem. Jó, hát romlott volt, azt láttam, de... És mit tudok ételmérgezést csinálni? Hát megint valami teát ír rá. Ettől az ételmérgezéstől egyre jobban gyengülsz, még nem kezeled, vagy elmúlik, vagy belehalsz. Ez a játék nem kímél. Miért mond ilyet a karakterem, mert megeszik egy rossz műzlit, hogy I just wanna die. Ez csak egy műzli. Na, Spencer család régi tanyája, remélhetőleg itt lesz valami, mert miért tudjuk kezelni az ételmérgezésünket. Eddig ilyen nem volt. Mert egy elég sok romlott szírszart tettem meg volt, ami már régóta nyitva volt, de nem adta be, úgy látszik ezt az ételmérgezős dolgot. Letszik, de megjöttem attól a szarvastól. Mi szarvas van itt? Hát ez nem egy fedett hely, én azt hittem meg fogunk tudni itt pihenni. Na, első segédoboz, ez kell nekem. Biztos, hogy lesz benne valami, annyira központi helyen van. Sürgőségi szteroidok, fájdalomcsillapító, nagyon jó. De nem fájdalomcsillapító kell nekem ahhoz, sajnos. Mint fémhulladék, hogy ezt az ételmérgezést kezelni tudjam. Kalapács. Fém megmunkálásához. Ezt elviszünk, bár nagyon nehéz. És tessék erre meg a bokám nem bírja, annyi mindent cipelek magamnál, hogy ez akkor meg a bokám adja meg magát. Katonai zubbony. Felvesszük, de megnézzük, hogy mennyit ad. Jó, hát ez egész jó, sokkal jobb, mint a jelenlegi ruhánk, ezt itt eldobom. Csak... az a baj, hogy nagyon nehéz ez is. Minden más a puskából, a puskalőszerből van elég, most ebből nem veszek fel. Mennyi fém hulladék van ezen a területen? Mit tudok csinálni a kalapáccsal? Ez micsoda nekem? Nem fegyver? Hát nem nagyon sokkal vagyok itt jobb helyen. Ebbe éppenséggel el tudnék aludni, de... van itt baracbefőd, meg sólet. Annyi kaján van most, hogy ez valami elképesztő. Lehet ez éget meg is kéne csinálni, de igazából annyira nem vagyok éhes. Hát... itt egyedül egy kalapács volt, ami egy különlegesemnek mondható. Csak egy kalapácsért ilyen messzire eljönni, hogyha ennek nem lesz később értelme, akkor ez egy nagyon-nagyon végzetes kitérő volt a részemre. Na, hozzuk meg vajon a döntést, akkor mit csináljunk itt? Maradjunk és aludjunk ennél a családi kunyhónál, és hát lehet, hogy megfagyunk az éjjel, vagy inkább menjünk tovább, és akkor lehet, hogy ránk sötétedik, de legalább találunk valami jobb szállást. Mindjárt teljesen lemegy a nap. Na jó, az lesz, hogy most tovább megyek. Így is úgyis kint aludnék a vadonban. Nem tudom, mennyivel jobb az, hogyha ott van nekem készítve egy ágy. És mondjuk megnézem azt a világító tornyot, hát ott találunk valamit. Tűzifa, nem? Jól begyújtunk. Bár ennyi tűzifából... viszont egy kis cédrus tűzifát, még akkor is, hogyha ez most nagyon-nagyon leterheli a karakteremet. Nagyon jó, hát ez egy kilátott torony is. Egy semmi. Teljesen ki is dőlt. Egy rádiótorony, nem tudom mi lehetett ez. Ez annyira... rossz, még az sem biztos, hogy egyáltalán bármit is találok itt. Csak egy fölösleges kitérő volt, amivel megint csak az életemet teszem kockára. De legalább nagyjából átlátom a területet. Ami egyébként kb. Semmi itt a környéken. Az ott valami. Vagy csak így lebeg így a semmiben, nem oda fel van erősítve rá, de nem hiszem, hogy bármi is. Ja, semmi. Azt hiszem legalább valamit ki lehet onnan szedni tetejére. Minek jelzi ezt a térkép? Ha nincs itt semmi, csak egy kidőlt világító torony. Jaj, remélem, hogy nem kell ide majd visszajönni, mert akkor az nagy szíves, hogyha megtettem ezeket a kitérőket, aztán majd még egyszer vissza kell ide látogatnom. Na jó, teljesen elfáradtunk. A karakterünk szerint most kezdi teljesen megadni magát. Muszáj vagyunk itt letelepen, úgyhogy verek is ide egy tábort szerintem.
Nézzük egy tűzrakóhelyet, és akkor majd mellette valahogy lefekszünk. Cidros tűzifaj legyen, és jöhet a gyújtó folyadék is hozzá. Gyorsan, hát ezért gyűjtögettük ezeket, hogy most fel tudjuk használni. Oké, és akkor most ráteszünk még tüzelőket, jó sokat. 3 óráig ez így majd melegít. Éppenséggel ezt is rá hozzáadhatom, legalább ez melegítsen. Majd még gyűjtök úgyis tűzifákat a begyújtáshoz, meg ilyesmi. Ez az lenne most a cél, hogy 5 órán keresztül most ez itt égjen, és akkor addig is túléljem az éjszakát. Persze, hogy most így a szél is megerett. Hát egyedül nem túl sikeresen állnak a dolgaink. Hát ha ez a tea majd segít az étel mérgezésemen, meg is iszom, meg majd úgyis melegít éjszakára. Nem mindent övettek, csak éljem túl ezt az estét. Jó alvás előnyt kaptunk, na az is jó. Kiterítem ide ezt a kis valamit, tűz mellé. Alszunk egy olyan 10 órát, annyi pihenésre úgyis szükségünk van. Na, a csuklófica meg egyéb, mint kezelve lett. De meg is vagyok, éjszaka is van, fel se töltött az energiám, és az életem mindjárt lemegy. Csak azért, mert nem tudtam kezelni a műzlimet, és azt mondja, ó, ez egy szarmódja a halálnak. Hát nem tudom mivel kezelni, nincsenek ilyen gyógyszereim, az a baj. Ah, mi legyen? Sürgőségi szteroid? Mit adjak be magamnak? Fájdalomcsillapító? Nem. Az a baj, hogy tovább alszok, akkor meghalok. Nem tudom mivel kezelni sajnos. Csak nem halok bele egy műzliszeretbe. Na még 4 órát alszunk. Álmodban életemet vesztettem ételmérkezésbe. Ezt nem hiszem el. Egy műzli megölt. Hát ezt nem hiszem el. Megtanultuk ebben a játékban, WC-ből lehet innen, ahol semmi baj nincsen. Na de műzli? Ha megesztek egy romlott műzlit, akkor ez egy pillanat, egy nap alatt végez veletek. Na nézzük ezt az autószévet. Nem tudom, ez honnan dob minket vissza. Remélhetőleg itt még nem ettem meg a műzli szeletkémet. Na hát hol vagyunk? Igen, itt még csak csuklóficamon van. Melyik is az a műzli? Gyerünk csak, nézzük csak meg. Ó, oh, hello, te voltál ezt a mosolygós kis medve, akinek kilóg mind a két foga. Nem kérlek, köszönöm, eldobtam a fenébe. Ezt a műzlit, ezt itt hagyjuk, és hogyha valami farkas megeszi, akkor biztos beledöglik. Na innen megyünk tovább ettől a holttestől. Jön vissza a farkas, nézzetek meg. Viszont a csuklófica még mindig megvan, és ez meg közben kifagyott. De ugye eljesztjük, és akkor menjünk tovább. Most már nem fogok kitérni erre, mert látok, hogy teljesen fölösleges. Farkas eljött. Mi meg megyünk tovább. Megint egy csomó fémhulladék, meg szén, meg mit tudom, valószínűleg ez egy ilyen szén lerakodó dolog volt. Varjútól. Tudnám, mire kell használni. Fel is tudnám használni talán. Lesz a túloldalon valami holtest, mindjárt megnézzük, hogy itt átférek. Nem, nyilván nem férek át. Na nézzük, mi van nála. Egy jegyzet? Hello! Véráztatta a jegyzet. Na nézzük. Abból ítélve, hogy mennyi vér van ráfagyva erre az oldalra, a szerző nem volt épp a legjobb állapotában, amikor ezt jegyzetelte. Elsőnek ott volt a káromkodás, avas hús, aztán kificamodott a boka. Na ugye velünk is ezek történtek meg, én egy avas műzlis szeretettem meg. Aztán a káromkodás elítélt, aki a semmiből tűnt elő, ezt nem értem. Megadta a kezdő lökést és lecsúsztam a szúrtokba. Természetesen ekkor jelent meg a káromkodás farkasok. Mi ez a magyar fordítás? Itt mit jelent a káromkodás? Biztos, hogy valakinek a neve, vagy nem tudom. Eldobtam a cuccomat és futottam. Már amennyire egy kificamodott bokával lehetett. Ha ezt olvasod, eddig eljutottam. Nem kellett volna soha megpróbálnom elhagyni Miltont. Hát, nekünk sem. Meg a bokánkat se kellett volna kificamítani, és még avas hús se kellett volna enni. Amik mik voltak nálad? Semmi. Hát ez tényleg mindent elhagyott. Mennyi tüzelő? Meg varjútól. Hát ez hihetetlen. Káromkodás végzett vele. Vigyázzatok oda, mert ez a káromkodás olyan durva dolog. Az ember néha megcsúszik vele, aztán nem, mint a műzli végez az emberrel egy pillanatokon. Jó, nem tudom túltenni magamat ezen a műzli, na. Most már elég, tudom, most már mondtam eleget, de annyira idegesít. Olyan sokáig tudtunk halál nélkül survivorozni, és tessék. Szaros műzli, az az, ami végemet okozza. Na most viszont azt hiszem eljutottunk az alagúthoz. Valószínűleg meg lesz egy ilyen kis töltőképernyő, úgyhogy ja. És nézzük, milyen területre érkeztünk. Hú, még egy hatalmas nagy helyszín. Ez itt mi? Karban tartó udvar. Ez itt valami láda, lehet, hogy ezt találtuk meg, nem tudom, valami kapcsán, valami jegyzet kapcsán. És itt lesz a The Best Defense. Ahol van a láncsa. Ez volt az a telepesének a háza. Úgyhogy na, most már nem kell olyan sok hozzá. Földcsúszamlás. Nagyon jó. Hogyan tudom megkerülni ezt a földcsúszamlást? Bakker, fogadjunk, hogy nem erre mi. Le fogok csúszni. Jó, akkor menjünk erre felé. Valószínűleg itt végig. De hogy? Tehát lehet majd menni a hegyeken egy alagúton keresztül? Innen kiszedte a sínt.
Hát erre felé fel biztos, hogy nem fog tudni menni, még akkor is, hogyha annyira nem tűnik nagyon lehetetlennek megmászni, de tudom, hogy milyen ez a karakter, még ugrani se tud. Úgyhogy menjünk szépen erre. Az Isten itt, bokafica már, hát erről beszélek, kisebb, aj, nagyon jó, még egy ruházatom is elszakadt. Alig estem egy centit, és már minden bajom van, sántitok. Na, de legalább megtaláltuk ezt a kis rejtet, látom, ami még itt ezen a területen volt. Na most valami, egy rongyos, ez viszont egész jó. Jelzőfáke nem kell, vizes palac az jó, valókészlet nem kell. Tüzelőanyagnak jobban örültem volna, mert megint be fogunk este lenni, és nem lesz mivel begyújtanom. Megvan, hogy jutunk át, hogy kerüljük meg ezt a földcsúszamlást. Hát itt van egy kidőlt fa. Ezek, ez már volt szerencsénk. Ez idő akkor ezt most használni is. És kérdés az, hogy most pontosan hova is jutok el ezzel? Na, hát valahová jutottunk, itt van egy kis siklott vonat megint csak, de már nem tudok tovább menni, mert... Ó, ezt lehet, hogy le tudjuk szerint, ez pont ilyen csipke, hogy ez majd jó lesz nekünk a bokafica munkra. Ja, összesen begyűjtöm, mint kell róla. Ez is. Szóval megint itt van egy valami elblokkádolt terület, nagyon jó, a kedvencünk. Mert megint akkor találjuk ki azt, hogy hogyan megyünk tovább. Esetleg talán itt a ablakon be lehetne menni, beszállás. Aha, jó, összejön ez. Csak ne jöjjön itt se egy farkas, se egy medve, semmi ilyesmi ne legyen bent. Ez itt micsoda, egy gyapjú sál? Na, az talán még nem is volt rajtunk. Nézzük csak, de volt már rajtam egy gyapjúsál. És tök ugyan jó, ezt eldobjuk, köszönöm szépen, meg ezt a sapkát is. Fölöslegesen nem akarok cipelni semmit magammal. Ha, hol tudok vajon kimenni? Itt? Esetleg. Pakker! Na, akkor ezt most ne nyissuk ki, jó? Semmilyen módon! Semmilyen úton módon! Menj innen, tűnés innen! Jézusom, de hatalmas nagy! Fel is borít ki, aj, csak a bokámat ne, ennek nem fog örülni, nem hálálja ezt meg. Adok egy műzlit, csak hagyd békén. Na bakker. Nézd a fények. Tényleg furák. Olyan, mintha még valahonnan kapnának energiát, áramot. Hogy? Vagy lehet, hogy az égbolton található fényekre gondolt. Tábortűz. Osztrid. Csak nem ő. Kérlek, legyen az Osztrid. Oda vánszorgok, félholtam. Nézd, milyen gyönyörű az ég. De hol van, hogy van itt áram? Hello, te ki vagy? Hát nem a csajom. Ismeretlen. Hello! Hát itt állok előtte, neked nem furcsa? Te nem félsz tőlem, hogy mit tudom én megöllek? Te újra? Hogyan tart a háború, barátom? Milyen háborúról beszélsz? Nem is találkoztunk még. Ó, hogy én és a medve? A hideg? Az éjség? Hát és a bokafica? Meg ez a műzli? Na azokkal voltam igazán komoly dolgom, igazán komoly háborúm. Elijesztetted azt a medvét? Figyelj ide, uram, én nem igazán tudom, hogy maga miről beszél. Mik ezek a furcsa fények az égen? És ezek a fények látják el azokat a lámpákat, amik itt most világítanak? Ez lehetetlen, ennek semmi értelme nincsen. Lehet, hogy semmi értelme nincsen, de látod, mégis megtörtént. Valami nagyon furcsa dolog van itt ennek a Longdarknak a világában. Kérdezzünk le a Wildlife-ra, hogy mitől ilyen furcsa, miért ez az élővilág, ezzel mi a baj van itt? Miért mindig is ennyire veszélyes volt itt kint? Hát, nagyon sok furcsa dolgot láttam. Valami teljesen összezavarodt itt az élővilágban. Állítólag most már azok se tudnak olvasni a mintázataiból, akik eddig tudtak. De talán a fények az égen, azok rejtetik magukba a választ rá. Ez valami sarki fény, vagy mi lehet? Igen, talán. És úgy gondolod, hogy ez az elektromosságra és kiáltása van, ennek ereje van? Lehet, hogy mozgatja őket, lehet, hogy éppen tönkre teszi. Ki tudja? Tudtad, hogy ez fog jönni? Nem, de ez csak idő kérdése volt, már régebben is megtörtént. És aztán honnan tudod? Ha? És ki vagy egyáltalán? Most valami halucináció? Methus Lea! Methus Lea! Nem tudom, hogy neki kiejteni a nevét, de nem bánod, hogyha esetleg ide telepedek mögéd. Nézzétek, hogy villognak a lámpák. Sőt, még ez is világít. Valami farkas hangot hallottam. Mik ezek? Mint hogy a farkasok is félnének ettől a fénytől, ami most az égen van. Gyönyörű! Wow! Na jó, akkor én ide telepedek, jó? Egy kicsit kajálgatnék, megeszem az emery packet, mert nagyon sokat húz rajtam, nagyon súlyos. Na ez már, igen. Még a bokatörésemet is meggyógyította, annyira sok kaját rejt magában. És iszok is egy csomót, ezt is elfogyasztjuk, csak hogy ne húzzon le itt engem.
Jó, és maradt még 0,83 liter vízünk. Van még egy emery packem. Ugye ebből csak zabálgattam? Ja, ebben még van egy kis kaján. Akkor azt csak azt meghagytam. Úristen, mennyi kaján van, nem kérsz egy darab műzlit? Tessék, ide dobtam neked, öreg, öreg csávó. Az ott, az a, az energiaszert, az a tiéd. Jó? Nekem nem kell. És te nem félsz a falkasoktól? Meg amúgy itt volt egy medve, az se zavar? Hova kell mennem? Még mindig ugyanoda. Nézzük, ebben az autóban van-e valami, de rég láttam már autót is. Beszállási járműben. Nézzük. Hát ebben volt egy jelzőfákja, marhahús. Annyi kaján van, mint az állat. Nem kell, köszönöm. Csomagtartóba semmi. Egyre szebbek és egyre furábbak a fények. Nagyon fura dolgok vannak itt, de szerintem itt az idő, hogy előkapjuk a puskánkat. És végre meg tudom fogni. Be van töltve szerencsére. Gyönyörű, ez a játék legszebb része eddig. Akármennyire is ijesztő. A farkas, mintha olyan zölden világítana, nem? És össze-vissza futkos. Ha. Nem tudom, de nagyon fura dolgok vannak itt. A bokapicamom azóta se lett sokkal jobb. Lehet aludnom kellett volna egyet, még a csávónál. De lehet ez a jobb döntés, hogy most tovább megyünk. Majd most meglátjuk. Az biztos, hogy futni sajnos nem tudok. De jó, végre. Tudjátok, milyen régóta látok először elektromosságot? Ez micsoda, csak pontot, fa, meg könyv. Ha. Az a zöld farkas, az nagyon fura. Közelében nem vagyok, de össze-vissza futkorászik. Tehát, mint hogyha félne valamitől. Biztos, hogy nem tőlem. Beszállom, megnézzük ezt az a járművet. Hello? Kis gyufa. Antibiotikum! Na ezt majd valamire be tudjuk szenni. Sem ürültem így antibiotikumnak. Menjünk itt be. Egy jegyzet. Ezt valami túrázó hagyhatta hátra. Baseballos sapka. Ez az utolsó holmia. Ha, itt van valami. Nézzük csak meg. Fém hulladék. Nope. Ez valami fémfűrész. Ez jó, csak... Hova pakoljak? Már nem tudom felszenni. Majd visszajövünk érte, ha ténylegesen kell. Azonban nagyon tele vagyunk, úgyhogy nagyon itt a lootolgatásnak sincs itt az ideje. Ezek kötszer! Na ez az, végre be lesz kötözve. De jó érzés! Végre, na itt egy újabb megfigyelés. Ezek a fények ott az égen nagyon vicces dolgokat csinálnak a gépezetekkel itt körülöttünk. Megtaláltuk ezt a kis kuckót, és a számítógépek maguktól bekapcsoltak, és a lámpák pedig felkapcsoltak. Azt sem tudom egyáltalán megmondani, hogy a telefonjaink működnek-e. Wow, oké. Tehát, hogy ők sem nagyon tudták, hogy mi ez, műzlisztelet, köszönöm. Van itt nekem fontosabb dolgom is. Nézzük, egyébként kezd most már lassan kinappalanni, nem? Ezeket gyorsan még átnézem, aztán menjünk tovább, megnézzük a fém hulladék, az nem kell, ez valami feszítő vas kell, mi? Megint a bokaficam, jön vissza, de túl sok mindent hozok fel. Ja, most, hogy kezd kinappalanni. Lehet, hogy azért látok egyre világosabbnak mindent. Nézzük. Hello. Mi van itt bent? Hogy ez a terület hogy néz ki? Hát itt minden villog. Hát ez valami horror. És tudom, itt nekem mit kell csinálnom. Wow, na ezekre jó lenne nem rálépni, gondolom, mert megráznak, mint az állat. Na jó, ebben gyorsan megnézem, hogy van. Hát, ha van valami értékesebb szövet, nem kell. Annyi mindent találunk, de annyi... csoki szelet, hopp. Mosolygós csoki szelet. Szóval annyira kevés részét tudjuk csak ténylegesen használni. Igazából elég sok mindent összegyűjtöttem már eddig is, szóval annyira rossz, hogy tele nem állok cucc ügyileg. Talán most már nem azon buknám el, hogy nem gyűjtögettem eleget. Kajából is olyan sok, hogy már nem tudom hova cipelni. Nyers hús, nem, ráadásul avas. De nekem kéne egy lámpa, egy hulla. Kéne nekem valamilyen lámpa. Horgászkészlet, ez biztos valami horgász volt. Erdei suttogó prospektus. Ideje fellázadnunk, nem állhatunk tétlenül és nézhetjük, hogy a szeretett nagymedvén további erőszakot tesztek az erőforrási cégek. A nagymedvén gondolom, mint ez a terület. Ha érdekel ennek a szigetnek a megmentése, találkozz velünk a régi tanyán, a rejtélyes tóvidék külterületi partjában. A mobiltelefon szolgáltatás és a szatellittelefon lefedettség hiányos, szóval használj lopakodónetet. Emlékezz rá, hogy figyelnek minket, tehát légy óvatos, hogy kibe bízol meg. Mi van? Ezek már itt egymásra is össze... kaptak. Tönkrement vezérlődoboz. Nagyon jó. Menjünk tovább. Ez csak egy klotyó.
És ebből tudok innen, tehát látjátok, hogy ebbe ivó víz van. De bezzeg a műzőszeletet, ezt nem ehetem meg. Ezt tanítja nekünk a játék. Na jó, szerintem ennek a helynek nem volt több kiárata vagy bejárat, úgyhogy... igazából kijövök itt, ahol bejöttem. Ha, mindjárt fel kell a nap. Ott a zöld farkas. De futkorászik össze-vissza. Ne! Ne! Oké. Nem tudom, hogy pontosan hova lőttem. De legalább nem felém jön. Az is valami. Ide meglódult. Merre kell mennem? Nem szednék ezzel a zöld farkassal zárva lenni túl sokat. Na, sikerült talán eljutnunk valahová. Hű, ez már a best defense lesz. Valószínűleg igen, na, átjutunk ezen. Gyerünk, open gate. És jó lenne be is csukni magam mögött talán, nem? De nem, lehet, hogy benn van a medve. És akkor lesz hová szalannom. Mert pont a best defense-en lenne a medve. Oj, nagyon szépek ezek a fények. Ez az egyetlen előnye egyébként a dolognak, hogy nagyon-nagyon szépek a fények. Ha. Mikor kell használnom a hegymászó kötelet? Mert cipelem magammal már mióta, de egyelőre sehová se kellett használni. Ez annyira nem jó, mert baromi súlyos. Csak kell majd valahová, bakker. Mystery Lake. Lodge. Ez az, akkor megtaláltuk. Ah, ott van. De jó. Hát elértünk ide is. Ó, ez ott egy farkas vagy micsoda? Nem tudom, nagyon mozgatja a fejét. Ja. Na figyeljetek. Ez ártott az neki vajon? Ó, egy tetem volt, egy nyuszi tetem, amit éppen csócsált. Hű, hát végigjöttünk egy jó pár térkép részletem. Tehát nagyon-nagyon sok mindenem. Ez azt hiszem a harmadik térkép részlet, ami végig kellett sétálni ahhoz, hogy ideig el tudjunk jutni. A vadászkonyhó. Hű, hát egykor szép lehet. Hát nekem még most is, az én személyemben ez még most is szép. Nagyon-nagyon komoly. Végre, végre valahára megérkeztünk. Ó, remélem benne lesz az a láncsa, amit keresünk. Gyorsan még mielőtt bemennék, inkább lenézek. Nagyon kíváncsi vagyok itt a kilátásra, amin végigjöttünk területek. Ó, nagyon szép. Nagyon-nagyon szép. És ott van még egy híd, amerre valószínűleg még nem mentünk, de még majd kell menni. Hű, na jó. Hát akkor innen lesz a folytatás, éppen hajnalodik ki, és éppen kezdenek eltűnni ezek a fények, amik teljesen megbolondították egész estére az állatvilágot. Hát még majd, ez még kiderítésre vár, hogy ez pontosan micsoda. Úgyhogy a következőben megnézzük, hogy mi van ebben az épületen belül, és kíváncsi vagyok, hogy meg lesz-e az a láncsa, amiért ilyen messzire elgyalogoltunk. Úgyhogy hamarosan találkozunk, eddig is még minden jót, és sziasztok!